Srácok! Ébresztő! Hé, srácok! Miki! Ébresztő! Gyorsan, kelj már fel! Benné, keljetek már fel, léci! Reggeli van, lekésítek a reggelit! Ahó! Ébresztő! Jó reggelt! Szállj be a kocsiba, majd odarakjuk melléd ezt. De ne, nem, azt oda föl. Már nem, azt nem, ad ide. Oda föl, oda. Azt ad ide, ja, ezt ide, oda, igen. Csak szállj be, szállj be oda. Üj be előre, vidd arra előre. Nem arra, arra. Nem jó, ez nem fog beférni ide. Megfogom, jó, oda visz. Jó, vidd a csomagtartó. Nem, ez nem jó. De nem jó, az nem jó, hát nem. Hova rakjam? A hátsó ülésre. My God. De oda nem fér már be, hát ülj be és tedd magad mellé a kocsiba. Óvatosan! Na, felkészültél a bevetésre? Hát én ezt nem nevezném bevetésnek, csak pár gyerekről van szó, meg amúgy se kell ma velük foglalkozni. Na és izgultok? Ezt kérdeztem az előbb a Csabitól is, de azt mondja, hogy sima az egész. Annyi minden történt velem a nyáron, hogy pár gyerek meg se fog kotyogni. Jó van, biztos jól kijöttök majd. Igazából nem az a lényeg, hogy jól kijöjjünk velük, hanem hogy kiharcoljuk a tiszteletet és a tekintét. Jéha! Meg az is fontos, hogy a haverság nem férhet össze az irányítással, meg a vezetők nem lehetnek egyenrangúak a vezetettekkel. És ezt hol olvastad? A diktátorok kézikönyvében? Nem, bizonyos szempontból igaza van. De azt hiszem, hogy a tiszteletet nem lehet kierőszakolni, ezt ki kell érdemelni. Igen, pont erre gondoltam én is, egy csomó ötletem van arra, hogy lehet ezt a folyamatot felgyorsítani. Jegyzeteltem is róla. Jó, hallod, egyelőre a munkafeltételekről tárgyalunk, jó? Úgyhogy a nagy leigázást azt még tartogathatod később. Na jó, rendben van, indulhatunk végre? Aha. Előlem. Á, gyerekeket, elromlott ez a vacca. Na megyünk, jó, nyugodj meg. Szép jó napot! Na, hello! Örülök, hogy látlak. Én is. Bár kicsit izgulok, mert nem igazán tudtam értelmezni ezt az SMS-t. Jó, hát nem akartalak megijeszteni, csak azért ez egy hosszabb téma, mint hogy ezt egy SMS-ben megbeszéljük. De nincs baj. Nem, dehogy is. De előtte együnk valami sütit, aztán majd rátérünk a lényegre. Szóval Antonioni Nagy étász című alkotása nagyon sok kérdést vet fel, hiszen a kép és a valóság közti dilemmát. Miki, nyugodtan kimehet az, akit nem érdekel. És az is kimehet, akit érdekel? Hogyha nem fér a bőrébe, akkor igen.
Szóval Antonioni 1966-os alkotása nagyon érzékeny, és a film történetben szokatlan módon vet fel olyan kérdéseket, hogy hol húzódik meg a határ fikció és valóság között. Van valakinek kérdése? Ja. Nem nézhetnénk meg inkább a Wonder Woman-t? Nem. Nem nézhetnénk meg inkább a Lego Batman-t? Nem. Nem nézhetnénk meg inkább a Forrest Gump-ot? Nem. Nézzük meg a Titanicot? Végképp. Nem nézhetnénk meg inkább az öngyilkos osztagot? Hát ez soha. Ha, igen? Nem nézhetnénk meg inkább a holnaptalit? Nem láttuk se a hétfői, se a keddi, se a szerdai része. Igen! Nem. Indítom a filmet. Mivel nem hagytátok, hogy végigmondjam, ezért kíváncsi vagyok, hogy tudtok-e válaszolni azokra a kérdésekre, amik a filmmel kapcsolatosak. Mármint aki érti, úgy értem. Én azért akartam személyesen veled beszélni, és azért is fogalmaztam ilyen titokzatosan, mert nem akartam, hogy egyből nemet mondjál. De nem szoktam. Ugye én hallottam a Krisztiános balhéról, és megértem, de mégis úgy érzem, hogy hibáztál. Most bíztatni akar? Nem. Olyan hibát követtél el, amit már mindjárt elkövettünk, csak nálad nagyobb a tét. Most nem teljesen értem, hogy mire gondol. Ugye, az olyan emberek, mint te, akik ilyen tehetségesek, nem engedhetik meg maguknak, hogy egybefolyjon a munka a magánélettel. De ezt nem lehet teljesen szétválasztani. Szét lehet választani, és neked szét is kell. Az nem történhet meg, hogy eldobsz mindent, meg abba hagyod az éneklés, csak azért, mert összebalhéztál a menedzserenddel. Tudom, de én nem akarom abba hagyni, csak most nagyon nem érzem, hogy hogyan tovább. Figyelj, azt szeretném kérni, hogy ne dobd el mind azt, amit eddig felépítettél. Neked a színpadon a helyed. Én fel szeretném ajánlani azt, hogy a menedzsmenti tevékenységeket átveszem. Na, szia! Bocsi a késésért. 5 perc, ez nálunk csajoknál nem késés. Igaz. Na, de elhoztad? Aha, persze. Jó. Tessék. Ez nem az enyém. És ez? Ez az, köszönöm. De mi van, most már rúzsokat gyűjtöget? Általában nem szokásom, csak a fesztiválok után nem ritka, hogy a saját utcaimi részt elkeveredik, mások éve maradj hozzám. Ez igaz. Baj van? Nem, csak valami hülye zaklat. De agresszív? Nem igazából, nagyon cuki, de akkor is ijesztő. És lövésed sincs, hogy ki lehet? Hát van egy tippem, Botond, nemrég együtt bulisztunk, és megadtam neki a telefonszámot, meg azt is megmondtam, hogy hol lakok, de már megbántam. Személyesen is zaklat. Figyelj, múltkor bombont hagyott az ajtóm előtt, szerinted. Hogy én miért nem akadok soha össze egy ilyennel? Én csak nem akarok legény búcsukon énekelni, nem akarom, hogy bekiabáljanak, meg hasonló incidenseket. Hát, ez az. Pont ezért kéne, hogy valaki téged képviseljen, és ne csak eladjon. És akkor hogy gondolja pontosan ezt az együttműködést? Hát úgy, hogy én írnék neked dalokat, és összehoználok olyan emberekkel, akik tudnak segíteni ebben a folyamatban, és akikkel jól együtt lehet dolgozni. Ez tetszik? Figyelj, neked nem bárokba kéne énekelni. Inkább egy lemezen kéne dolgoznod. De az se jó, hogyha egyáltalán nem tartom a kapcsolatot a közönséggel. Ó, nem azt mondom, hogy egyáltalán ne lépjél fel, hanem a hozzád méltó körülmények közt, hozzád méltó helyen és olyan közönségnek, aki kíváncsi rád. Érted? Szóval van különbség. Wow. Aludhatok rá egyet? Aludjál, mennyit akarsz. Köszönöm. Miért nem hívod fel és mondod meg neki, hogy állítsa le magát?
Hát, mert mi van, ha nem ő volt? Ez tök ciki. Hát ez elég hamar ki fog derülni, és szerintem nem kell rögtön megsérteni, csak megkérdezni, hogy ő írogat-e. Jó, jogos, simány, próbált megérni. Azért gondold át előbb. Biztos, hogy nem érdekel a srác? Figyelj, 1000%, egyáltalán nem jön be. Kinyomott. Hát, ha akarna valamit, nem hinném, hogy nem venné fel. Hát vagy pszichopata, de most komolyan kiírogat névtelenül. Jó, az is igaz. Mert próbáld meg az enyémről. Kérdési vagyok. Jó, ezt is kinyomta. Hát akkor vagy rutinos a srác, vagy nagyon profi. Vagy mindkettő, és ez még ijesztőbb így. Figyelj, neked ez ízlik. Figyelj, szerintem ez nem rossz. Hát ezt a kutyának sem adnám oda jó szívvel. Ó, van kutya, nem tudtam. Nincs, de ha lenne. Én anyám fősztyéhez vagyok szokva. Ahhoz képest ez Michelin csillag. Figyelj, azon gondolkoztam, hogy el kéne ilyen húzni. Nem volt már elég zűröd a nyáron. Egyszer élünk. Apukám biztos el fog jönni a táborba. Megvárom egy-két napig, hogyha nem jön ide, akkor elhúzom. És mégis hova? Egyszerűen Somához végül is. Ő a legjobb arc, akivel lehet bújzni. Nem vagyok olyan hülye, hogy itt üljek egy táborba és unatkozzak. Amúgy szerintem Soma örülni is fog, hogy hozzácsatlakozom. Na, mi volt? Rád nyomult? Dehogy is, megőrült élő Turner, a világ legrendesebb pasija. Sőt, annyira rendes, hogy még az is gyanús, hogy pasi egyáltalán. De akkor mit akart? Azt, hogy folytassam az éneklést. Hát ebben mondjuk egyetértünk. És azt mondta, hogy ő lenne a menedzserem. Tényleg? És ő ért az ilyesmihez? Figyelj, abból, ahogyan beszélt, szerintem igen. Meg ismer engem, tudja, hogy mi lenne nekem jó, szóval több szempontból is szerintem igen kéne mondanom, meg nem adná el mindenféle legény búcsúra fillérekért. Na, akkor igent mondtál? Még kértem egy kis gondolkodási időt. Ahó, itt vagy még? Itt, csak... Na, hallom, hogy megjött anyám. Szerintem már megvette a tércoknikot. Csak halkan jegyzem meg, hogy van egy ötletem. Már mivel kapcsolatban? Hát, hogy hogyan lehetne elkerülni ezt a hülye iskolaváltást. És mi az ötlet? Még nincs meg pontosan a terv, de ahogy megvan, majd mondom. Csak legyél türelemmel. Szia! Ide ülsz? Szia! Szia! Gyakran jársz ide? Hát itt van a város legjobb kék sajtos hamburger, úgyhogy elég gyakran. Haragszol még? És milyen kérdés ez? Nem haragudtam, csak csalódott voltam. Figyelj, meg kell értened, hogy én nem nagyon tudtam... Nem akarok erről beszélni. De hagyd mondjam el, tudom, hogy hülye voltam a Balatonon. Tényleg nem akarok erről beszélni. És te gyakran jársz ide? Nem, most vagy itt először. Miért? És van otthon tiszta inged? Ja, nem. Jaj. Nem sok. Bár itt először vagyok, de a lakásom mellett van egy palacsintázó. Ott törzs vendég vagyok, tudod? Mm.
Hello! Szevasz! Szevasz, mi járad be erre? Na csak egy csomagot hoztam, apám néha engem használ futárnak. Mi, nekem hoztál valamit? Ja nem, csak ugyanebben az épületben, de egy másik irodáé. De legalább neked használat teszi apád. Miért? Miki nem segít otthon semmit? Hát a nyár elején próbáltam valami használt lenni, de több kárt csinál, mint használt. Akkor gondolom otthon sínylődik megint szobafogságban. De eszembe nem jutna otthon hagyni, hát szétverni az egész házat. Jó, ez mondjuk kicsit túlzás, de biztos övebb még galibát csinálna. Egy ilyen filmes táborban van, ott majd lekötik az energiát. Igen, de milyen filmes táborban? Hát egy ilyen alapítványban, ahol Gergő is volt a múltkor. Hát ismerem, oda megyünk mi is, mert én meg a Csabika. Komolyan? Igen, ma voltunk megnézni a helyszínt, de még be nem mentünk, de délután már ott kezdek. Szuper, akkor legalább ti majd szemmel tartjátok. Persze, hát arra számíthatsz. Jó, figyelj, fogjátok nagyon keményen, egy kis plusz szivatás is belefér, legyen mit mesélni itthon. Az meg lesz. Jó van, szevasz. Hello, szia. Szép napot. Neked is. Azért örülök, hogy nálam fogsz lakni. Tényleg? Most miért vagy ezzel meglepődve? Mert ahogy anyutól egyre inkább eltávolodtál, úgy távolodtál el tőlem is. Tehát ez egyáltalán nem igaz. Jó, nyilván, mivel külön élünk, vagyis éltünk, sokkal nehezebb volt veled tartani a kapcsolatot, amikor egy fedél alatt keltünk, feküdtünk. Igen, de az aktuális nőügyeid mindig fontosabbak voltak nálam. Kösz. Ezt nem sértésnek szántam. De pedig elég jó úgy hangzott. Jó, de ezt ismerd, de hogy nem nagyon törted magad, hogy találkozzunk. Aha. Most jön az a rész, hogy mindent rosszul csinálok, és mindenért én vagyok a hibás. Én ezt nem mondtam, és nem is akarom megítélni, hogy ki mennyire volt hibás. Na és anyádat hogy látod? Mint valakit, akit rútul cserbe hagytak? Igen. Meg mint valakit, aki nagyon-nagyon próbált alapra állni. Nem azt mondtam, hogy ártatlan, de szerintem sokkal nagyobbat koppant, mint te. Azért remélem, most már jó úton halad. Igen, jobban van. Egész kiegyensúlyozott. Szerinted van valaki ilyen? Gondolod? Bocs. Tanár úr. Bocs, szia. Kicsit elgondolkodtam. Kicsit, majdnem elgázoltam. Meg tiszta ilyen izé az inge is. Ja, mindegy. Ne haragudj. Jól van? Mit csinál ilyen? Semmi baj, csak rájöttem valamire. Mire? Figyelj. Figyelj, adhatok egy jó tanácsot, akkor ha jön egy lehetőség, ami az életedet boldoggá teszi, akkor ragadd meg, jó? Ragadd meg, ne hagyd, hogy elmenjél, mert lehet, hogy soha az életben nem jön vissza is. Azt megbánni, amit nem tettél, meg sokkal rosszabb, mint azt megbánni, amit megtettél. Aha. Na jó, szia. Viszlát. Én is. Te hol? A burgerezőben. Éppen nyakig ült a ketchupban. Le kellett volna fotóznod, mindig olyan kis makulátlan. Hát most nem volt az. Inkább úgy nézett ki, mint egy nagy ganő dobodás. Szerintem cuki. Figyelj, ez a baj, amikor egy nő azt mondja egy férfira, hogy cuki. Miért? De azért, mert egy férfi sármos, vagy férfias. Szerintem sármos és férfias. Neked tetszik? Nem tudom, ezen még így sose gondolkoztam, de szerintem vonzó, igen. Hát nem tudom. De csináld már, láttalak benneteket beszélgetni, nem tűnt úgy, mintha undorodnál tőle. Jó, hát nem erről van szó, jó fej, meg minden, de... És ezt mint szakember mondom. Szerintem vannak gondok dömével, csak még nem jöttek elő. Kinél nincsenek gondok? Te ráadásul tanár. Sokan nehezen viselik a stresszt, ami a gyerekekkel való munkát jelenti. Igazad van, végül is te se vagy normális, de biztos vannak üdítő kivétele. Sziasztok, gyerekek! Jó napot! Bemutatnám nektek Csabit és Samut. Soma. Ja, Soma, bocsánat. Szóval Soma, ők lesznek az új csoportvezetők. Ő a Soma. Az a Soma. Az a Soma. És a másikat is ismered? Persze, ő is a suliba jár. Miért nem mész oda hozzá? Most? Hát nem akarom leleplezni, hogy haverok vagyunk. Akos. Na, a srácok fiatalok és határozottak, szóval szeretném, hogy úgy viselkedjetek, hogy semmi gond ne legyen veletek. Nem baj, azt is megoldjuk majd. Na, természetesen szabad kezet kaptak, szóval ha valakit itt találok megkötözve és éheztetve,
sajnos nem fogok tudni segíteni. Na, most hagyom, hogy vegyüljetek, meg beszélgessetek, aztán gyertek be az irodámba, légy szíves, ismertetném a napirendet, és bemutatnálak a kollégáknak. Igen, jó, köszi, köszi Sanyi. Na, sok sikert! Sziasztok! 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 Szevasz! Hogy lehet, hogy egy tálbóba folytatjuk a nyarat? Nem tudom, hát én is ide jöttem, meg te is, gondolom így. Na, ő a barátom, úgy hívják Bendi. Bendi, Soma, Soma, Bendi. Szeva, Bendi, Soma, szia. Na, tegezzelek, vagy magázzal? Hát, hogy tegezzel, vagy magázzal, az mindegy, csak ne kelljen semmit kétszer elmondani. Hát figyelj, nem azt mondtad, hogy országos cimbik vagytok? Hát, úgy volt. A következő rész tartalmából. Csókolom. Szia. Olyan gyönyörű, ahogy az ablakon besugárzó fény megcsillan azon a gyönyörű szép haján. Annyira imádom, ahogy a nap lesugárzó sárga fénye beleizzad abba a gyönyörű, fehér, pöttyös ruhájába, és feláramlik a vérével együtt szempillái közé. Mit akarsz, Jöcsi? Kell egy új